Ítélet mai műsorában a görögkatolikus egyház mindennapjaiba engedünk betekintést. Templombúcsúval ünnepelték a 30 éve visszakapott Palágy Komoróczi templomot. Befejezte római tanulmányait Kótonovics István kárpátaljai papnövendék. Templombúcsúval ünnepelték a Palágykomoróczi görögkatolikus templom születésnapját. A görögkatolikus egyháznak különleges hagyománya a búcsú, amelyet rendszerint a templom névadójának napján tartanak. Az évtizedekre visszanyúló egyházi és családi eseményt Palágykomoróczon is szent liturgiával kezdték, ahol Demkó Ferenc püspöki helynök az Isten jelenlétében való életről prédikált. Az egyházközségekben a templomok búcsú ünnepei, vagy ha úgy tetszik, a templomok címünnepeinek a megünneplése ma már egy kicsit más tartalommal töltődött meg, mint ami a múltban volt. Sajnos azok az alkalmak, amelyek 30-40-50 évvel ezelőtt, abban az időben, amikor úgymond nem lehetett még nyilvánosan ünnepelni, jóval nagyobb tömegeket mozgatott meg a templom búcsú. Tehát az emberek jobban jöttek, szívesebben mentek, valahogy, mintha a tiltott gyümölcs édesebb lett volna. Ugye most pedig oda jutottunk el, hogy szabad mindenkinek mindent, az egyházak szabadon kifejthetik tevékenységüket. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy mintha a híveinknek a szabadság nem a hasznára, hanem a kárára lett volna. Azt tapasztaljuk, hogy hétköznapi szertartásaink, vecsernénk, utrenyénk, de akár mondhatnám sok egyházközségben hétköznapi liturgiáink is a háttérbe kezdenek lassacskán szorulni. Az emberek arra hivatkoznak, hogy nincs idejük, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Olyan sokszor szoktam mondani, hogy nem azon múlik, aki törtet, hanem a könyörülő Istenen. Tehát nem azon múlik, hogy én most megkapálok-e dolgokat, vagy nem, hanem azon múlik, aki a növekedést fogja adni. Hát valahogy egy kicsit kellene átértékelni az embereknek az ehhez való hozzáállást. Nagyon sok jó dolog azért az egyházközségeinkben a búcsúkkal megmarad. Azért az egyházközséget belülről megmozgatja ez a búcsú sok esetben. Sok esetben talán a szomszédokat is megmozgathatná, talán meg is mozgatja. Vannak helye válogatja, akár a Beregszász, vagy Szőlősi, vagy az Ungvár környéki közösségeket veszük. Mindegyik közösség, vagy mindegyik vidéken másképpen élik meg ezt, ennek a búcsúnak az élményét, ennek az összetartozásnak. Fontos lenne, hogy ezeket a régebbi dolgokat, amikor úgymond valamit nem volt szabad, akkor ezt újra feltámasztani, és az emberek megéreznének ebben az erőt, hogy összetartozunk. Arról kellene beszélni ma, hogy az embernek meg kell próbálni az életét az Isten jelenlétében leélni. Ugye a görög egyháznak a liturgikus szövegei úgy beszél Máriáról, hogy a templom szentélyében nevelkedett hittel, bölcsességgel. Tehát az Istennel való kapcsolatot azt neveltetésével, úgymond neveltetésével magába itta. És hogy közösségeinknek tudatába kell annak lenni, hogy az Isten jelenlétében élni, ez a garancia arra, hogy megfelelő helyzetben, megfelelő körülmények között az ember az Istennek megfelelő választ tud adni, illetve a kor vagy a környezetnek a kihívásaira, esetleg kritikus helyzeteiben jó döntést tud hozni. Ide lehet kapcsolni annak a kitartásnak 1949 is, ugye Péter atya mondta, hogy 30 éve, hogy a templom visszakerült újra a közösséghez, hogy ez alatt a 40 év alatt, amíg a közösségek némaságra voltak kárhoztatva, vagy pedig éppenséggel a felszín alatt működtek, ezt úgy tudták megcsinálni, csak hogy közöttük élt az Isten. Az az Isten, amely később életet adott nekik, meg bátorságot, erőt ahhoz, hogy kitörjenek ebből a némaságból. És hát az, hogy a Munkácsi Egyházmegye úgy egészében, mint egyházi szervezet, de én nem csak mint egyházi szervezet, hanem mint lelki közösség, hogy ez feltámadjon, újra élni kezdjen, de úgy kezdjen el élni, hogy ez már látható és hatással legyen a környezetére. Az idei ünnep különleges volt a palágykomoróciaknak, hiszen a 170 éves templomot 30 éve kapta vissza a közösség. A templomot a szovjet hatalom alatt bezárták, ám a hívek nem adták fel Isten hitüket. Sok közbenjárással visszaszerezték. A legfontosabb dolog, ami miatt ezt minden esztendőben megünnepeljük, mert ekkor a templom születésnapja, hisz ahogy egy
emberi születésnapot megünneplünk, felköszöntjük, ugye a közösséget is felköszöntjük, és ezt a templomot is felköszöntjük, hisz már közel 170 esztendeje van ez a templom a hívek szolgálatában. Sajnos ebből a 170 esztendőből kimaradt 41 év, amikor is ugye a templom zárva volt, nem szolgálhattak benne görögkatolikusok, nem lehetett liturgiát benne tartani, ugyanis a hívek, amikor ugye az egyházunkat megszüntették, és a templomokat átadták az ortodox egyháznak, a palágykomorúciak nem voltak hajlandóak ortodoxá válni, még névleg, még színleg sem, és ezért inkább azt az utat választották, hogy zárják be a templomot, és ők otthon őrzik a katolikus hitet, otthon őrzik azt a hitet, amelyet őseiktől kaptak, és amelyet tovább akartak adni a következő generációnak is. És hát ez így ment ez alatt a 41 esztendő alatt. Még a templombúcsút is megünnepelték, templom nélkül, családi közösségekben imádkoztak. Volt, amikor lehetőséget is kaptak, hogy a templomba magánimádságra bejöjjenek. Ez tartott egészen a 70-es évek végéig, amikor is ugye sajnos a templom elvesztette a templom jellegét, hisz először le akarták ugye rombolni, az is a tervek között volt, hogy lerombolják, felszámolják, és végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy hát az itt lévő határőr laktanyának lesz a tornaterme. Hál' Istennek az állapot ez nem tartott sokáig, mert 1989-ben megérezte ez a közösség a változásnak a szelét, vagy pedig önmaga volt az, aki ezt a változást hozta ebbe az akkori ateista, istentelen államba, mert lehetőség nyílt, hogy a bezárt templomokat visszaadják, visszaigényeljék. És mivel 1989 őszén, nyarán még a görögkatolikus egyház hivatalosan nem működhetett, ezért római katolikus templomként regisztrálták be, és 1992-től, amikor is az egyházunk kicsit már talpra állt, lábra állt, el tudta látni az egyházközséget, akkor visszakerült a hívek kérésére a görögkatolikus egyház tulajdonába, és azóta töretlenül imádkozunk, töretlenül fohászkodunk a mindenható Istenhez, és szolgáljuk a hívek megmaradását, és a magyarságnak a megmaradását is. Nagyon érdekes, hogy ebben az egyházközségben két nyelven zajlik az istentisztelet, hisz időközben települtek be más nemzetiségű hívek is, akik integrálódtak az egyházi életben, de természetesen mindenkinek joga van a saját anyanyelvén dicsérni az Istent, így nekik is lehetőséget biztosítunk, és hát hál' Istennek most már, ha több nyelven is imádkozunk, de egy közösséget alkotunk, és szeretetben, békességben vannak meg egymás iránt a hívek, és gondozzák, tartják fenn a templomot, és remélem, hogy ez a jövőben is így marad, ha szeretjük egymást, ha megvan közöttünk az a tisztelet, megbecsülés, egymás szokásai, egymás nyelve, egymás iránt, akkor van jövője ennek a kicsi egyházközségnek is, hisz ez a görögkatolikus egyházközség között, parókiális egyházközség között az egyik legkisebb, de nem mondhatom azt, hogy a leggyengébb, legelőtlenebb, hisz ez a búcsú is azt mutatja, hogy van jövőnk. A templomot még Varga Magda gyermekkorában zárták be, s mivel családja nagyon vallásos volt, így más községekbe vagy Ungvárra jártak a gyülekezeti alkalmakra. Magda néni azóta is istenfélő ember, kántorként végez szolgálatot. Mint gyerek, nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem az, hogy mikor a pászka szentelés volt, azt már nem engedték meg itt a templomba, magába a templomba, hanem itt nem messze egy udvarba kellett a pászka szentelést lebonyolítani, mert mivel nem, nem már, már úgy
úgy megtiltották, hogy már ki se lehetett nyitni a templomot. Teljesen a belsejét kiüresítették, hogy így, ahogy most ez látszik, itt csak a falak maradtak. Semmi oltár, hát szóval egyáltalán ki volt üresítve. Aztán megváltozott a helyzet, azt mondták, hogy raktár lesz. Hát és aztán se nem történt meg, mert ugye nem volt, aki belehozza a terményt. Úgyhogy nem volt rá ember, hogy ezt megtegye. És tudni kell azt, hogy levették a tetőről a keresztet. Azt kell tudni, hogy aki levette, hogy a véletlen folytán, vagy milyen oknál fogva, 2 hét múlva halálos balesetet szenvedett az, aki lefűrészelte a keresztet a templom tetejéről. Hát úgyhogy ez is én például, mint hívő, én ezt az isteni, hát nem gondviselés olyan értelemben, hogy a jó Isten megmutatta, hogy ehhez nem szabad volt hozzányúlni, ha egyszer azt oda tették, és arra a célra építették, hogy a Isten háza legyen, tehát ezt akkor más célra alkalmazni nem lehet. Vallásosan voltam nevelve, és ugye a minden vasárnapunk azzal akkor nem volt vasárnap, ha nem voltunk szentmisén. És akkor számomra ez olyan volt, hogy ugye már akkor itt-ott 40 éves voltam, és akkor hát jártunk, mikor hova lehetett menni, mert mondom Szelmencbe egyszer volt egy hónapban, és akkor Ungvára mentünk, holott a 8 órakor volt egy busz reggel, ami színültig volt, mondjam, hogy tömve, és akkor a déli busszal lehetett hazajönni csak. Úgyhogy az egy olyan elég megterhelő dolog volt egy vasárnap. Nem mondom, mivel így vallásosan voltunk nevelve, hát ez számunkra természetes volt, hogy vasárnap szentmisén kell lenni. Természetesen, mikor visszaadták, előbb úgy volt, hogy római templomnak lesz visszaadva. Az első szentmisét tudom nagyon jól, hogy Károlyi Lajos atya celebrálta benne. Ő egy ismert, nagyon ismert egyéniség, mert ő tartotta a katolikus vallást, lehet mondani, az egész, hát nem ungvári járás, hanem hát nem mondom, hogy Kárpátalján, de nagyon, nagyon nagy területen ő volt az egyedüli. Ez annak tudható be, hogy havonta egyszer volt Kis-Szelmencbe is szentmise, mert mivel nem volt pap. Ami a templom visszaadását illeti, hát ez még egyszer mondom, hogy nem egy egyszerű eset volt, és nagy öröm volt számunkra. Tudom, hogy első karácsony, azt tudni kell, hogy zsúfolásig volt a templom, nem most. Ez úgy volt, mint ami a tiltott kenyér volt, és akkor az emberek szinte özönlöttek a templomba. Tudom, hogy hát egy tűt nem lehetett lejteni az első karácsony ünneplésekor, amikor visszaadták ezt a templomot. Hát azóta sajnos megváltozott a helyzet, mert az emberek mindent fontosabbnak találnak. A palágykomoróciak 30 évvel ezelőtt nem engedték, hogy külső erők megrendítsék hitüket. Ez azóta sem változott. A több nemzetiségű gyülekezet ma is együtt ad hálát a templom megmaradásáért, és ünnepli közösen a búcsút. Műsorunk következő részében Kótonovics István mesél római tanulmányairól. Az életemet gyermekkorom óta körülveszi az egyház, a templom, a liturgia, és a nagymamám és szüleim vittek a templomba, és ott találkoztam magával, az egyházzal, mint olyannal, és voltak olyan emberek, személyek, egyházi személyek, papok az életemben, akik olyan példát adtak a számomra, amelyet úgy éreztem, hogy nekem követnem kell. És ahogy nem volt B-tervem,
ahogy a Szentírás is mondja, aki az ekeszarvára tette a kezét, az hátra ne forduljon, úgyhogy én is próbáltam ezen az úton haladni, és úgy érzem, hogy az az igent, amit talán én már gyermekkoromban legbelül kimondtam Isten felé, az az igen ő általa is el lett fogadva, és haladhatok ezzel az elfogadással az ő oltára felé. Az életemnek egy fontos része volt mindig is a gondviselés, és talán ez egy hibám is természetesen, mert sokszor az utolsó pillanatokra hagyom a dolgokat, de érzem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és minden egyes lépést, amit megtettem életem során, azok a lépések az ő döntéseivel voltak egyetértésben, és így kerültem Karácsfalvára is, és a Karácsfalvi Liceumnak nagy hálával tartozom, mert az a 3 év, amelyet itt töltöttem, az életemnek egy nagyon meghatározó 3 éve volt, és mindig örömmel fogok visszagondolni azokra az évekre, és a Karácsfalvi Liceum egy olyan alapot adott a hivatásomban, amelyre talán tudok egy olyan egy építményt felépíteni, amely erős lesz és segítséget nyújthat másoknak is. És a liceum után felvételt nyertem az Ungvári Hittudomány Akadémiára. Ott 6 éve töltöttem. Aztán szükség volt a Munkácsi Egyházmegye bíróságán belül egy olyan személyre, aki magyar ajkú, és tud segíteni a egyház jogi problémákkal kapcsolatban a magyar kisebbségnek is, és ez alapján küldtek engem természetesen az én beleegyezésemmel Rómába, ahol 3 évet töltöttem, és idén egy licenciátusi fokozattal érkeztem haza. És remélem, hogy a tanulmányaimmal, meg a megszerzett tudással majd tudom segíteni úgy a magyarságot, mint a katolikus embereket mindenben. Talán mindannyian, aki kimennek tanulni, akinek ilyen lehetősége van, nem is az elsődleges cél az a tudás megszerzése, hanem az, hogy nyissunk Európa felé, lássunk más kultúrákat, és ezeket a kultúrákat megismerve hozzunk értékeket haza. És az igazság az én életemben, ez a 3 év, az első évben elég nehezen indult, természetesen minden kezdet nehéz, és nem tudtam, hogy végződik majd ez a történet, de most, ahogy éreztem, hogy haza kell jönnöm, könnyes szemmel búcsúztam el Rómától, mert egy örök város, ahogyan őt hívják, a maga különlegességeivel, építményeivel, történelmével egy olyan érzést adott számomra, amely nagy segítség lehet majd a papi hivatásomban is. A katolikus egyház szíve, a Vatikán és Róma, ahol a Vatikán található. Sok olyan emberrel találkoztam, akik igazán ki tudják nyitni a szívüket Isten felé, de büszkén mondhatom azt, hogy Kárpátalja egy olyan hely, ahol az emberek talán még inkább rábízzák az életüket Istenre, mint akár Rómában, vagy akár más országokban, ahol jártam, vagy találkoztam emberekkel. Úgyhogy ezt ott is szívesen hangoztattam, és ezt mindig is szerettem mondani, hogy Kárpátalja büszke lehet arra, amilyen hitbeli dolgokkal kapcsolatban. Felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe, és most szeretném doktori disszertációmat megvédeni, amely még nem készült el, de folyamatban lesz. És utána, ha Isten segít, doktorként hazatérni, és talán ilyen módon is
emelni a magyarság tekintélyét itt Kárpátalján.